Te jó ég! Most olyat fogok nektek mutatni. Nemrég láttam Instagramon egy baromi jó posztot. Kinyitom a könyvet. És a saktábla életre kelt. Ez ilyen komfortzónából kilépős volt, és mindig szeretem magam teljesen új oldalamról látni. Hát szép jó reggelt ezen a korai órán, ma egy izgalmas nap elébe nézhetek, ugyanis a Fórum Trend magazin fotózására indulok nem sokára, ami a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont magazinja, és én leszek a következő címlapláj, ami mindig furcsa érzés, de nagyon szeretem az ehhez hasonló, hát nagyszabású fotózásokat, mert mindig szuper anyagok születnek, úgyhogy már most is nagyon várom a végeredményt. Hát természetesen, így, hogy korán kellett kelni, nyilván nem tudtam elaludni, és éjszaka is egymilliószor felébredtem, úgyhogy nem a legkipihentebb arccal kezdem a napot, de biztos vagyok benne, hogy jól fog sikerülni, úgyhogy én már indulásra készen. Érkezünk a helyszínre, Dán Szent Miklósra, a Hotel Botanikában, vagy Botanika Hotelben? Ez a két opcióban. Valamelyik a kettő közül. Itt van velem Ákos, aki az én... Mi vagy nekem? Hát a menedzser lenne jó, csak az valamiért most már ilyen degradálónak. Degradálónak érzed magadra tekintve? Ez most egy interjú? Aha. Akkor igen. Nem, egyébként szóval a menedzser az a korrekt megszólítás. És akkor mi a nem korrekt? A top manager? Jó, akkor a sima, nem top manager Ákossal éppen érkezünk, aki az érzelmi támogatásom lesz a mai nap folyamán. Felkészültél erre a feladatra? Remélem, hogy más feladatom nem lesz. Nem lesz, akkor de... Igen. Vlogolsz nekem? Persze. Tudtam én, hogy ezt egy felvétel közben kell megkérdezni. Én nem sok választásom. Mondjuk nem streamelem, de azért így is egy kicsit erősebb nyomás gyakorlás. Lelkiismeretesen sem. Azt látom, nagyon köszönöm, nagyon ügyesen. A sminkem és a hajam elkészült, szóval visszatértem gyakorlatilag az élők sorába, úgyhogy veszem is mindjárt az első szettet, az azt hiszem 8-ból, és utána jelentkezem. A színekből és anyagokból láthatjátok, hogy itt már teljes őszi hangulat van, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak rajtam mutatni. Fotózás pipa, épp most értem haza, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre, mert ez egy divatfotózás volt alapvetően, tehát itt a szettek, amiket viseltem, nem feltétlenül 100%-ban az én stílusomat tükrözték, hanem a következő őszi trendeket. Úgyhogy ez ilyen komfortzónából kilépős volt, és mindig szeretem magam teljesen új oldalamról látni, vagy új megközelítésben, úgyhogy nagyon izgalmas volt már csak ilyen szempontból is. Mivel elég sok szettet fotóztunk, közben nem igazán tudtam vlogolni, de Ákos ugye készített pár felvételt, úgyhogy remélem azzal sikerült kicsit átadni a hangulatból.
jó ég. Most olyat fogok nektek mutatni, teljesen be vagyok lelkesedve, de először is egy kis háttérsztori hozzá. Néhány napja kiraktam egy Insta sztorit még Olaszországból, ahol egy könyvesboltban találtunk egy gyönyörű, szép Harry Potter és bölcsek köve kiadást, amiben fantasztikus rajzok, illetve különleges 3D illusztrációk voltak. Felraktam erről egy Insta sztorit, hogy ez mennyire fantasztikus, és képzeljétek el, az egyik kedves nézőm, Adrien, akit innen is üdvözlök, írt nekem egy üzenetet, hogy ő véletlenül kétszer vette meg ezt a könyvet, és ha gondolom, akkor odaadja ezt nekem ajándékba. És long story short, teljesen el vagyok ájulva! Szerencsére nekem volt egy Harry Potter legóm, amit gyakorlatilag így elcserélve réltünk, mert azt meg én szerettem volna elajándékozni, és most így került hozzám ez a fantasztikus könyv, és el vagyok ájulva, ugyanis ez valószínűleg a legszebb könyv, amit életemben láttam. Először is, nézzetek rá, már rögtön a borítója, a gerince fantasztikus, és amint kinyitom, hát kezdjük ezzel a nyitó oldallal, gyönyörű, gyönyörű ez az égboltos, repülőboszorkányos, varázslós dizájn, és aztán onnantól jönnek a belső oldalak. Így kezdődnek a fejezetek. Hihetetlen ez a dizájn, rengeteg ilyen fantasztikus kép van benne, de amitől igazán különlegessé válik ez a könyv, az ez. Ezek a kis interaktív, 3D-s kiegészítő oldalak, amik illusztrálják az írásokat, elképesztő részletességűek, ez egyértelműen a kedvenc oldalam. Hát ezt nézzétek. Most így nehéz egyszerre csinálnom. Olyan fantáziával van ez a könyv ellátva, hát én teljesen el vagyok ájulva. Ez tényleg egy varázskönyv. Mutatok még pár ilyet. Nézzétek, itt van a... Hogy működik? Igen. Itt van a kövér dáma. Látjátok a szemét? Fantasztikus. Vagy épp... Mert nem is ezt mutatom, ezt mutatom. Figyeljétek, kinyitom a könyvet. Mondom, kinyitom a könyvet. És a saktábla életre kelt. Teljesen le vagyok nyűgözve, fantasztikusan néz ki, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm Adriennek, ez a lehető legjobb ajándék, amit kaptam, úgyhogy menj is a Harry Potter gyűjteménybe oda a felső polcra. Egyébként, ha beszereznétek, akkor meg is kérdeztem Adrientől is, hogy ő honnan szerezte be, és a Book Depository-n ez is elérhető. Úgyhogy köszönöm szépen nagyon-nagyon-nagyon még egyszer! Most már néhány nap eltelt az előző felvételek óta, és közben jártam egy beszélgetésen Pölös Zsófinál, aki alapvetően Pilates videókat készít, úgyhogy már ilyen szempontból is ajánlom nektek az ő YouTube csatornáját, illetve Instagram oldalát, de ezúttal egy testképpel kapcsolatos beszélgetésen voltam nála, ami azt hiszem majd csak szeptemberben fog megjelenni a csatornáján, de gondoltam, hogy itt is érintem picit ezt a témát, mert nagyon fontosnak tartom, és hát saját magamon is tapasztalom, hogy ez mennyire kardinális kérdés, főleg úgy, hogy sokszor keresetlen megjegyzést kapok a külsőmmel kapcsolatban, így pláne nehéz csak tényleg a saját szememmel látni önmagamat, és nem hasonlítgatni magam másokhoz, és nem megugorhatatlan elvárásokat tűzni magam elé, annak ellenére is, hogy alapvetően tényleg próbálok odafigyelni az egészséges életmódra, hogy normálisan kajáljak, és mozogjak rendszeresen. Persze én nem vagyok egy önsanyargató típus, nagyon nehezen tudok megállt parancsolni magamnak, mert nagyon szeretek enni, de a mértékletességre törekszem, szóval nem követek egyébként semmilyen szigorú diétát, meg semmi ilyesmi, de hát nagyon gyakran érzem magamon azt, hogy nem vagyok elégedett önmagammal. Nemrég láttam Instagramon egy baromi jó posztot, amit gondoltam, hogy itt megemlítek nektek, ami arról szólt, hogy ha egy cipő nem jó a lábadra, akkor nem a lábadat kezded el hibáztatni, hanem veszel egy másik cipőt, ami jó rád méretben, viszont ruhák esetében ugye nem ezt tesszük, hanem ha nem jó ránk egy felső vagy egy nadrág, akkor saját magunkban keressük a hibát, és nem azt mondjuk, hogy oké, ez nem az én méretem. És annyira magamra ismertem én is, mert 100 milliószor elkövettem már én is ezt a bűnt, úgyhogy
ezt szeretném majd mindig jobban a fejemben tartani, és erre emlékeztetni önmagam. Bár hozzá kell tennem, hogy én alapvetően nem hiszek ebben a mai túlzott body positivity mozgalomban, mert azt nagyon vallom, hogy fogadjuk el önmagunkat, viszont sok esetben már egészségtelen testképet, meg egészségtelen életmódot próbálunk hirdetni, az önelfogadásba bújtatni, és én ebben nem hiszek. Szóval szerintem igenis fontos, hogy mindenki tegyen azért, hogy egészséges legyen, és ebbe bizony beletartozik az is, hogy milyen a tested. És természetesen ezt azzal a tudattal, meg azzal a mentalitással kell megtenni, hogy elfogadod, hogy igen, így nézel ki, ettől nem utálod önmagad, viszont szerintem igenis fontos, hogy tegyünk az egészségünkért, mert ez gyakorlatilag a saját jövőnket befolyásolja. Ezt tudom, hogy a klisékbe hajlok most, de mégis gondoltam, hogy ezt a néhány mondatot itt még elmondanám. Úgyhogy ha hasonlóan éreztek, akkor emlékeztessétek magatokat is erre az Insta posztra, mert tényleg szerintem igazán szemfelnyitó, de összességében meg nagyon fontosnak tartom az egészséges életmódot, ami nálam alapvetően a mértékletességről szól. Tehát nem hiszek abban, hogy vonjunk meg magunktól dolgokat, mert szerintem az egy idő után úgyis a visszájára üt, úgyhogy én ebben hiszek. Szóval ezzel az üzenettel hagylak most itt benneteket. Kíváncsi vagyok a véleményetekre egyébként a témában, szóval ha megosztanátok a gondolataitokat ezzel kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!